Alaposan elrejtett törölköző, benne pedig távcsöves hangtompítós vadászpuska. A férfitől foglalták le a rendőrök, miután intézkedni kezdtek ellene. A 44 éves Tamásiban élő férfi hónapokon keresztül gyötörte a saját feleségét. Az asszony korábban megcsalta őt. A dolog kiderült, a férj ekkor kezdte életveszélyesen fenyegetni a szeretőt és a feleségét is. A munkatársaim a férfit előállították a tamási rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfinak így személyi szabadság korlátozása, zaklatás, kapcsolati erőszak, lőfegyverrel visszaélés, valamint kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell. Utóbbiért azért, mert a saját 17 éves fiát is rávette, hogy együtt sanyargassák a fiú anyját, a férfi feleségét. A gyanúsítás során kiderült az is, hogy a férfi feleségét 17 éves fiának segítségével február 17-én az esti órákban megkötözte, azért, hogy a nőben riadalmat és félelmet keltsen. Emiatt a férfi mellett a 17 éves fiát is gyanúsítottként hallgatták ki kollégáim. A férfit azóta már letartóztatták, a fia viszont továbbra is egyháztartásban él a feleségével, akit korábban a 17 éves gyerek is rendszeresen fenyegetett.